Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban a klasszikus július TBA listámat mutatom meg nektek. Július ismételten egy hónapos ridaton, amit most ezúttal Edmond, az Edmond könyvkuckója csatornáról indított, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert klasszikusokat már elég rég olvastam, úgyhogy ez egy szuper alkalom erre, és ehhez egy bingó is készült, azt majd ide bevágom nektek, igazándiból 9 pontot lehet teljesíteni, a kezdőszint 3 pont, a haladó szint 6 pont, amelyek már nagyon ügyes szint, az a 9 pont teljesítése. Én a haladó szintet 6 pont elolvasásával fogom teljesíteni, 2 könyvvel fogom ezt a 6 pontot kilőni, úgyhogy nézzük is, hogy mi ez a 2 könyv, amit erre a 6 pontra választottam. Nézzük akkor a 9 pontot, hogy mikhez lehet választani könyvet. Angol-amerikai irodalom, mesék, háború, vadregényes vidék, női sorsok, posztmodern, halál, dráma és szerelem. Úgyhogy nézzük ezt a 2 könyvet. Közben innen puskázok a kis bugyomból, úgyhogy az első könyv, amit választottam, az Virginia Woolf-tól a Mrs. Dalloway, ami már 1000 éve itt van a polcomon, és azt hiszem pont Edmondnál hallottam erről a könyvről. Igazándiból ő a női sorsok, a szerelem, az angol-amerikai irodalom és a háború ponthoz fog jó lenni, úgyhogy rögtön vele 4 pontot ki is tudok lőni. Igazándiból nem sok mindent tudok. Azt tudom, hogy a női sorsok mint főszerepben lesznek, illetve háborús időszak van a történetben, úgyhogy megszerelem, úgyhogy ennyi, amit tényleg tudok róla, amit így a MOL címkék alapján ki tudtam szűrni, annyira nem akarom elolvasni a fülszöveget, meg nem tudom tényleg mire számít, csak úgyhogy kíváncsi vagyok, egyébként nagyon szeretem az ilyen kis helikonos kiadást, úgyhogy a másik is ilyen lesz, amit választottam. Nem olvastam még Virginia Woolf-tól, tudom, hogy Edmond nagyon szereti a szerzőt, úgyhogy hát, ha nekem is tetszeni fog, egyébként tőle megvan az Orlando is ilyen pocket kiadásban, úgyhogy ha ez tetszeni fog, akkor valószínűleg lesz majd még Wolf olvasásom, de hát vele kezdem, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire fog tetszeni. Ővele 4 pontot teljesítek júliusban. Na hát a másik könyv pedig, amit erre a kihívásra választottam, a Cervantes utas és holdvilág kötete, amitől rettegek. Na nézzük! Őhozzá a dráma és a halál címkék, amik jó úgymond, vagy pont, tehát vele ezt a másik kettőt fogom kipipálni, és ezzel a 2 könyvvel lesz meg a 6 pont. Na most én megpróbálom majd úgy elolvasni az utas és holdvilágot, hogy szinte semmit nem tudok róla. Azt tudom, hogy Viszkok Ruzsi imádja, Szabadosági imádja, több booktubernek nem igazán tetszett, több barátom azt mondta, hogy nagyon nem jó volt, de vannak, akik meg azt mondják, hogy a legjobb magyar regény. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz itt, hogy nagyon nekem tetszeni fog-e, vagy nem. Tartok tőle. Nagyon tartok tőle, hogy mégis mi. Nagyon igyekeztem úgy, hogy semmit ne tudjak róla, úgyhogy tényleg szó szerint semmit nem tudok róla. Próbáltam annyira így, hogy is mondjam, távol tartani magam ettől a regénytől. És hát elég régóta itt van már ebbe a gyönyörű helikonos kiadásban, és nagyon remélem, hogy szeretni fogom, nagyon szeretném szeretni, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Ha valaki olvasta, az nyugodtan írja meg lent kommentben, hogy mit gondol az utas és holdvilágról, hogy ő melyik csapatba tartozik, akik nagyon-nagyon szeretik, vagy akik nagyon-nagyon utálják ezt a könyvet, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy akár a nézőim közt is ki az, aki tényleg szereti, vagy ki az, aki nagyon nem szereti, mert azt gondolom, ez a könyv nagyon megosztó. Úgyhogy most már ideje annak, hogy én is elolvassam, és hát ez a ridaton erre tökéletes alkalom. Na hát ez lenne az én kis nyúlfarknyi TBR-om, igazándiból rengeteg recenzióm van, úgyhogy most többet nem mertem bevállalni, de így is 6 pontot teljesítek, tehát igazándiból jó ez, és 2 olyan könyvet elolvasok, amit egyébként már 1000 éve szeretnék, úgyhogy hogyha bármelyiket olvastátok, akkor nyugodtan mondjátok el a véleményetek lent a komment szekcióba, hogy nektek tetszett-e, nem tetszett-e, mit gondoltok róla, vagy úgy egyáltalán bármilyen érzésetek van-e ezzel a 2 könyvvel kapcsolatban. Edmondnak pedig köszönjük szépen ezt a ridatont, mert nagyon rám fér már, én
Most vettem észre, hogy nagyon rég olvastam már úgy tényleg igazán klasszikusokat, úgyhogy köszi szépen Edmond, most már ideje van, hogy őket is elolvassam, úgyhogy ez pont jól folyott ez a kis ridaton. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!